Február 8-a és 13-a között ismét felvették maszkjaikat a busók Mohácson. A színes, közel egy hétig tartó rendezvénysorozat az idei évben is rengeteg érdeklődőt vonzott, akik a kultúrkikötőben a hungarikumokat ismerhették meg még közelebbről. A meghívást elfogadva a Viski Károly Múzeum is előadással és bemutatóval készült a látogatóknak. A Kultúrkikötő nevű kis helyen, ott mutattuk be a népművészetünket, egész nap egyébként a busójárás szokásairól, a busó állarcok készítéséről volt szó, és közben mi is pingáltunk, tojást festettünk, és a mintaírást mutattuk be, egyébként meg viseletben voltunk, és ugye mindenki gyönyörködhetett a kalocsai népművészetben, viseletben. Mint Kripta Istvánné Halász Zsuzsanna megosztotta, Kalocsa mellett számos településről érkeztek kiállítók a kultúrkikötőbe, amely lehetőséget nyitott egymás megismerésére is. A karcagi birkafőzők jelen voltak, a Matyó Népművészeti Egyesület képviselte magát, és több ilyen kis csoport, aki a hungarikumokat tudta bemutatni. Karcagiak birkapörköltet főztek a megjelentek részére, akkor megkóstolhattuk a mohácsi busóknak az eledelét, a babgulyást, ami nagyon finom volt, nagyon ízletes volt, és ugye nagyon jó érzés volt, hogy mindenkivel tudtunk egy pár szót beszélni. Akkor a bajai halászok voltak ott, ugye találkoztunk egy kalocsai képviselőjükkel is, akivel ugye szoktunk sűrűbben is találkozni.